Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videóban az Umbrella Academy képregényekről, illetve a sorozatról fogunk beszélgetni. Az Esernyő Akadémia furcsa világa még tavaly szippantott be engem. Amikor is láttam az első évadot, majd nem sokkal később ki is jött a második évad, és rögtön beszippantott ez a világ, hiszen tulajdonképpen elcseszelt szuperhősökről van szó benne. Maga az alapsztori arról szól, hogy 1989. 10. hó 1-én 12 órakor 43 nő a világ különböző pontjain elkezd egyszerre szülni, viszont ezek a nők reggel még nem voltak terhesek. Konkrétan úgy kell elképzelni az egészet, hogy egyik pillanatban csak szépen sétálgat az utcán, másik pillanatban hasanő és megszül. Mennyire elmebeteg feltevése ez most úgy őszintén, imádom. Az Esernyő Akadémia úgy jön létre, hogy Sir Reginald Hargreaves felkutatja ezeket a nőket, és megpróbálja megvásárolni a babákat, és végül 7 gyereket tud összegyűjteni, akikből megalkotja az Esernyő Akadémiát. Mint később kiderül, ezeknek a gyerekeknek vannak különböző szuperkészségei, a többségük szupererővel bír, viszont vannak olyanok is, akik a halottakat látják, a túlvilággal tudnak kapcsolatot teremteni, illetve nagyon sok különleges képesség van, de ennyire ne szaladjunk előre. Sir Reginald Hargreaves nem nevezi el a gyerekeit, 1-esnek, 2-esnek, 3-asnak, 4-esnek, 5-ösnek, 6-osnak és 7-esnek hívja őket, viszont később az édesanyjuk, aki tulajdonképpen egy robot, ezt a robotot Grace-nek hívják, és végül ő fogja elnevezni a gyerekeket. 1-es lesz Luther, 2-es lesz Diego, 3-as lesz Allison, 4-es lesz Klaus, 5-ösnek tulajdonképpen nincs neve, ő 5-ös marad, 6-os lesz Ben, és 7-es Ványa. Erről a 7 testvérről fog szólni a történet, akik már felnőttek, és különböző karrierjük van, Allison például színésznő, Luther 4 évet a Holdon töltött, Klaus drogfüggő lett, kinek mi, és még sorolhatnám a különböző életutakat, amiken elindultak, egy fontos van, Ványa hegedűművész. Szerintem egyébként le lehet vágni a borítóról, hogy miért fontos, hogy Ványa hegedűművész. Mint ahogy említettem, eléggé különböző életutat jártak be mindannyian, nem is tartották annyira a kapcsolatot, de egyszer csak meghalt az apjuk, és a temetésére újra összegyűltek. Ekkor jelenik meg 5-ös, aki korábban eltűnt, ugyanis neki az a képessége, hogy tud ugrálni az időben, illetve a térben, és véletlenül egyszer elugrott a jövőbe, ahol pár évet el kellett neki tölteni, és végül sikerül neki visszaugrani a jelenbe, és közli a többiekkel, hogy egy hatalmas nagy apokalipszis van készülőben, és csak pár napjuk van hátra. Egyetlen egy nyomuk van, hogy vajon ki fogja okozni az apokalipszis, ez pedig egy ilyen picike kis műszem. What the fuck ez a sorozat? Egy fontos dolgot kihagytam, mégpedig azt, hogy a 6-os számú Ben ő meghalt, és ő tulajdonképpen úgy van jelen az egész történetben, hogy Klaus, mivel ő a halottakkal tud kommunikálni, ezért ő látja csak, és ő kommunikál vele. Az első képregényben és az első évadban is ezt az apokalipszist akarják megakadályozni, viszont most térjünk kicsit rá arra, hogy mi a különbség és a hasonlóság a képregény, illetve a sorozat között. A képregény sorozatot egyébként a Vadvirág könyvműhely adta ki, én is tőlük kaptam meg a második részt recenziós példányként még tavaly, és azóta nem csináltam meg a videót, szóval most már tényleg nagyon tartozok nekik ezzel a videóval, remélem, hogy nem utálnak engem is, megbocsájtanak, mert ez egy szuper videó lesz. És egyébként nem is tudtam volna jobban időzíteni, hiszen most jött ki a 3. évad a sorozatból, szóval szerintem tök jól időzítettem. Szóval a képregénynek a színvilága nagyon hasonlít egyébként a sorozatéhoz, tehát az alkotók nagyon odafigyeltek, hogy a képregényhez hasonló színvilágot alkossanak meg a sorozatban, viszont vannak nagyon eltérő dolgok már rögtön abban, hogy a képregényben a nevük nem ugyanaz. Tehát, hogy mindenkinek van egy ilyen nick neve, de olyan, hogy Luther, Allison, Klaus nem létezik a képregényben. Mindjárt fel is olvasom nektek, hogy a képregényben mi a nevük. Luther Astrosrác, Diego Kraken, Allison Rágalom, Klaus Seans, 5-ös a fiú. Egyébként a sorozatban is hivatkoznak rá néha a fiúként. Bennek nem találtam meg a másik nevét, valószínűleg azért, mert halott.
Ványa pedig simán ványaként van jelen. A kinézetekben is vannak különbségek, például, hogyha az első résznek a végére lapozunk, akkor láthatjuk, hogy a képregénynek az alkotója hogy tervezte el a karaktereket. Szerintem egy nagyon érdekes dolog ez, mivel a legfőbb jegyeket megtartották, de például Alison karaktere, azaz Rágalom karaktere, teljesen máshogy néz ki a sorozatban, mint az eredeti kötetben, szóval ez szerintem nagyon érdekes lehet azoknak, akik szeretik az Esernyő Akadémia világát. A másik érdekes párhuzam szerintem a képregények és a sorozat között, hogy mindig ugyanonnan indulunk, tehát az alapszituáció gyakran hasonló, viszont az, ahogy megoldják, és a végkimenetele nem mindig ugyanaz, ami szerintem sokkal jobb, hogy megváltoztatták a Netflix sorozatban, mivel a képregényeknek nagyon sokszor ilyen kusza az egész megoldása. A cselekményt néha nem tudtam követni, és nem azért, mert annyira nem értek a képregényekhez, egyszerűen szerintem egy kicsit kusza ez az egész, és nem lehet helyenként érteni, hogy mégis miről van szó. Viszont a sorozatban meg nagyjából mindent megmagyaráznak, szóval szerintem ez egyébként tök jó. Nagyon tetszett az, hogy a sorozatba behoztak új szálakat és új karaktereket, Diego-nak van egy szerelme, Alisonnak van egy kislánya, illetve sok olyan szál van, ami szerintem érdekesebbé tette az eredeti elképzelést. Ahogy említettem, a második részt kaptam meg a kiadótól, aminek a borítója nagyon beszédes, ugyanis láthatunk rajta egy puskát, Kennedynek a választási kitűzőjét, illetve egy amerikai zászlós Esernyő Akadémia kitűzőt, és nagyon beszédes ez a borító, ugyanis ez a rész a Kennedy gyilkosságot fogja majd feldolgozni, mégpedig egy nagyon jó módon. Nekem nagyon tetszett egyébként a második évad, én megmerem kockáztatni, hogy sokkal jobban tetszett, mint az első, és ott is olyan újdonságokat hoztak be, hogy imádtam a második évadot, és nagyon-nagyon tetszett, viszont elkezdtem nézni tegnap a harmadik évadot, és az első rész nem igazán győzött meg, de nagyon remélem, hogy a többi meg fog győzni, mert egyszerűen imádom a karaktereket. Nekem egyébként ötös a kedvenc karakterem, illetve Klaus, viszont Alisonnak a képességét szerettem a legjobban, ugyanis Alisonnak az a képessége, hogy amikor kiejti azt, hogy úgy hallottam, azt pletykálják, hogy felrobbant a fejed, akkor az ténylegesen a valóságban is megtörténik. Szóval neki egy hatalmas nagy szupererő van a kezében, tulajdonképpen az, hogy ő beszél és a hangjával tudja gyilkolni az embereket, hogyha gyilkolni akarja, de tulajdonképpen meg tudja változtatni az emberek gondolkodását és cselekedetét, ami szerintem nagyon menő képesség, és hogyha lehetne választani, akkor én az ő képességét választanám. Na hát ennyi is lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben, hogyha hallottatok már az Esernyő Akadémiáról, főleg akkor, hogyha már néztétek is, vagy esetleg megvannak nektek a képregények. Egyébként folytatódik tovább a képregény széria, van harmadik része is, abból készül a harmadik évad szerintem, viszont nekem a harmadik rész még nincsen meg, majd valószínűleg meg fogom vásárolni, mert kíváncsi vagyok, hogy a képregények alapján hogy folytatódik a sztori, és tényleg írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett a sorozat, vagy hogyha olvastátok a képregényeket, akkor mi a meglátásotok vele kapcsolatban. Én pedig ennyi is lettem volna mára, sziasztok!